A zöld gyík. Ez egy ragadozó gyíkfajta, amely főként ízelt táplálkozik. Szinte egész dél- és közép-európában elterjedt. Színük a nevükkel ellentétben nem csak zöld lehet, hanem barna is, de a hímeknek minden esetben kék lesz a fejük is szezonban. A többi gyíkfajihoz képest igen széles a lábuk, emiatt kitűnően tudnak fáramászni. Testhosszuk pedig akár 40 cm-es is lehet. Ragaszkodnak otthonukhoz legfeljebb 80 méterre mennek el onnan, így lehetséges, hogy egyik pár több évig is együtt marad. A párzási időszak május elején van, amikor a hímek súlyos harcokat vívnak a nőstényekért. Ilyenkor lehet, hogy kénytelenek levetni a farkukat, hogy megmeneküljenek. Egyik általánosan elterjednek nevezhető, de sehol sem nagy az egyet sűrűsége. Nagyon sok ellensége van, szinte az összes madár, a kóbor kutyák, a macskák kisebb korában pedig a nagyobb ízelt is képesek végezni vele. Nem veszélyeztetett, de védett összmei értéke 25 ezer forint, ezért is fogom elengedni rögvest forgatás után.